dr. Gerardo Peña Mateusz úr, és kérem Golenya Ágnes úr hölgyet mutassa be nekünk előadónkat. Nagyon nagy boldogsággal állok itt, saját előadásomba szeretnék majd kitérni pár szó erejéig, megéri, azt gondolom, hogy megosszam önökkel, meg kell, hogy osszam azokat a csodákat, amik a földi racionalitáson túl működtették azt, hogy ma Körmenden létrejöhetett ez a konferencia. 2010-ben ismertem meg dr. Gerardo Peña Mateuszt, és az a hölgy, Monica Williams, akivel én már évek óta a kutatások során leveleztem, 2010 nyarán küldte el azt a számomra sorsfordító sort egy e-mailben, hogy Ágnes, jöhetsz, az ügyvéd úr vár. Így mentünk ki Istenes Győzővel 2010 októberében. Nekem mai napig nem tudom megfejteni, hogy milyen égi játék következtében azt sugalták, hogy az ügyvéd úr már nagyon öreg. Kvenkában beszéltük meg az első találkozót, az ügyvéd úr értünk jött a kedves feleségével, Mariannával, és a 93 éves Alonso nagybácsikájával. Kiszáll az autóból ez a három ember, és én automatikusan ugye a 93 éves bácsihoz megyek oda, és a háttérben Gerardo úr pedig nevet, és azt mondja, hogy ha-ha-ha, tudtam, hogy ön úgy tudja, hogy egy rozog a vénember fogja várni, hát még itt vagyok én vagyok Gerardo Peña Mateusz. Na, elmondhatatlan volt a boldogság, ugyanis akkor rögtön tudtam, hogy én rá fogom beszélni ezt az embert, hogy eljöjjön Magyarországra. Miközben szerveztük a konferenciát, megvannak a bizonyítékok, a levelek, az Egyesült Államoktól kezdve a föld minden pontjáról megkerestek engem, hiszen Peña úr tett engem ezek szerint nemzetközileg híressé, és megkérdezték, hogy igaz a hír? Dr. Gerardo Peña Mateusz Magyarországra megy, beszélni fog, elmondja az igazságot, beszél Móriczról, hitelesíti az ő személyével mindazt, amit Móricz János írt és mond, és amit pont elsősorban Magyarországon nem akarnak elhinni. Igen, Gerardo Peña Mateusz eljött, köszöntsük őt szeretettel, elmondhatatlan ez a csoda. Sean mis primeras palabras para agradecer a la señora Ágnes Goleña, que es el alma realmente detrás de esta conferencia, cómo ha trabajado, cómo ha sufrido crisis nerviosas como consecuencia de esta posibilidad que al fin se ha convertido en realidad. También deseo agradecer al presidente de la Fundación Móriz, al vicealcalde y al Consejo Municipal de esta entrañable ciudad. Y a ustedes, a todos ustedes, el público, los húngaros, a quienes he deseado siempre conocer personalmente desde el día en que me entrevisté por primera vez con don Juan Móriz. Y desde entonces, créanme... Mi cerebro no es un computador. Un momento, voy a traducir. Köszönöm. Engedjék meg először is, hogy Golenya Ágnesnek tiszteletet mondjak, aki eszméletlen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez a konferencia létrejöhessen. És csak mi tudjuk, hogy mind ment az ági keresztül közel az idegösszeroppanáshoz. Ezen kívül szeretném köszönteni a konferencia másik főszervezőjét, az alapítványnak, egyesületnek az elnökét, illetve az előttem szóló alpolgármester urat is, és természetesen nem utolsó sorban önöket, közönséget, akik nélkül természetesen ez a konferencia nem jöhetett volna létre.
Pido disculpas. Me olvidé que tenía un intérprete atrás y no lo veía, pues. Hát elfelejtett, hogy van neki egy tolmács, akit nem látott. Mert a hátam mögött áll, ugye. Bueno, les decía que desde que conocí a don Juan Moris había querido vivir esta oportunidad de conocer al pueblo húngaro, a la gente de Hungría. Y esa es una de mis mayores satisfacciones en este momento y les agradezco su presencia. Tehát amióta ő megismerte a Móricz Jánost, mindig is tudta valahol a szíve mélyén, hogy egyszer majd a Magyarországra is eljön, és a magyarországi közönséggel is meg fog ismerkedni, és ezért önöket is mélyen tiszteli, és nagyon örül, hogy itt lehet most önökkel. Les voy a referir la historia del descubrimiento de la Cueva de los Tallos detalladamente desde el primer día en que el señor Juan Moris se presentó en mi oficina. Az ügyvédőr most részletesen el fogja önöknek mesélni a Tájos barlang felfedezésének a történetét, attól a pillanattól fogva, amikor Moritz János megjelent az ő ügyvédi irodájában, Guayaquil városában. Imagínense ustedes que un individuo tan desconocido para mí como lo soy yo para ustedes este momento se presenta y me cuenta la historia siguiente. Képzeljék el, hogy egy számomra teljesen ismeretlen ember beállít az irodámban, és előadja azt a történetet, amit én most önöknek el fogok mondani. Ő épp annyira ismeretlen volt a számomra, mint amilyen ismeretlen vagyok most én önöknek. He dedicado mi vida, me dice Moris, a desentrañar los misterios de la historia humana. Moritz azt mondta, hogy ő az életét annak szentelte, hogy felfedje az emberiség történelmének misztériumait és a valódi történelmet. Pues debo decirle que tal como la conocemos actualmente está totalmente falsificada. Hát el kell mondjam önöknek, hogy az a történelem, amit ma ismerünk, az teljes mértékben egy meghamisított történelem. Entre los misterios que trato de resolver, trato de encontrar el origen de los magiares. Azok között a misztériumok között, amiket próbálok felfedni, hát a magyarok, az ős magyarok történetét szeretném most feltárni és tovább kutatni. Ya que esta búsqueda me ha traído a América del Sur, que es el único continente que no ha sido investigado y explorado por los investigadores magiares para encontrar su origen. Hát ez a kutatás vezetett arra, hogy Dél-Amerikában eljöttem ide, hiszen ez az egyetlen egy olyan kontinens, ahol eddig nem keresték az ős magyaroknak a gyökereit. Basado en la mitología magiar, me dice Moris, he tratado de identificar lugares que ella describe con asombrosa precisión, lugares que se encuentran aquí, en su país, en el Ecuador. A magyar őstörténetre alapozva, mondta neki Moritz, olyan hihetetlen helyeket szeretnék megkeresni, amelyek a tudtomra jutottak, és ezek a helyek itt vannak, Ecuadorban, és ezért jöttem most előnhöz. Entre esos lugares míticos, mitológicos, se encuentra un mundo subterráneo, totalmente desconocido hasta el momento. Ezek között a misztikus helyek között található egy föld alatti világ, amely egészen mostanáig teljesen ismeretlen volt az emberiség számára. Mundo subterráneo que constituye una realidad histórica, arqueológica y geológica. Egy olyan föld alatti világ, amely földrajzi, történelmi és régészeti szempontból érdekes. El mundo subterráneo, me dice Moris, mientras yo lo escuchaba realmente con una mirada pues de escepticismo increíble. A föld alatti világ, így kezdte Moritz János a mondani valóját, és közben én olyan szkeptikusan néztem rá, tehát igazából nem is nagyon értettem, hogy mit akar mondani. Está integrado por miles de kilómetros de túneles, grutas, cuevas, construidas y acondicionadas por la mano del hombre en las entrañas de la tierra. Tehát ez a bizonyos föld alatti világ, ez több ezer kilométereken keresztül húzódik dél-amerikai, tehát az Andok alatt, a dél-amerikai hegylánc alatt. Emberkéz alkotta üregekről, barlangokról beszélünk. En este mundo ha sobrevivido la humanidad en las horas más aciagas de su historia. Az emberiség a legrémültebb, a legrosszabb időket itt élte át ezekben a barlangokban, ide menekülve.
Ya se pueden imaginar ustedes qué cara yo habré puesto, pues, de incredulidad, por decirlo menos, cuando escuchaba yo estas cosas, ¿no? Hát mit gondolnak önök, milyen képet vágtam, amikor meghallottam ezt a történetet? Hát teljes mértékben a hitetlenség ült ki az arcomra. Yo ya no sabía cómo zafarme yo de este hombre que me venía con una historia tan fantástica y que a mí me parecía imposible realmente. Estaba desconcertado. Azt se tudtam, hogy hogyan álljak ez az emberhez, aki számomra teljesen ismeretlen volt, és előállt egy ilyen történettel, amit akkor nem tudtam hova tenni. Continúe, don Juan, le digo, continúe, sígame exponiendo usted su teoría. Bueno, me dice, la entrada a este mundo subterráneo está en plena selva. Mondtam a Móricz Jánosnak, hogy Móricz úr, legyen szíves, folytassa a történetét, és azzal folytatta, hogy a bejárat ebbe a földatti világba az az őserdő kellős közepén van. Es aparentemente inaccesible, y para llegar a ella hay que desafiar los peligros propios de la selva, entre los cuales no es el menor la existencia de tribus indígenas cazadores de cabezas. Teljes mértékben megközelíthetetlen, és ahhoz, hogy ezeket a barlangokat meg lehessen találni, hát különböző kihívásokat kellett leküzdeni az őserdőbe, amelyek között higgyék el, hogy nem a legkisebb volt az, hogy fejvadász törzsek is tartózkodnak ott. Estos indígenas pertenecen a la etnia Shoara, y son los encargados de velar por las entradas de superficie del mundo subterráneo. Son los guardianes del mundo subterráneo. Ezek az indiánok a Shuar törzshöz tartoznak, akiknek az a feladatuk, hogy megvédjék, akár életük árán is, a föld alatti világba levezető bejáratot, illetve bejáratokat. Yo los he investigado, me dice Morris, y por eso conservo mi cabeza sobre mis hombros, porque me he convertido en su amigo, y me dejan investigar el sector. Móricz János úgy folytatta, hogy én vizsgáltam, kutattam ennek a törzsnek az életét, és még mindig azért hordozom a fejemet a helyén, mert barátjukká fogadtak. Estos jíbaros, así llamados, tienen un ritual de iniciación cuando llegan a la mayoría de edad, que consiste en penetrar en las cuevas, en el mundo subterráneo, para cazar los huevos de las aves que vuelan debajo de la tierra. Ezeknek a benszülötteknek felnőtté váláskor van egy beavatási szertartásuk, ami többek közt abból is áll, hogy le kell ereszkedni ezekbe a barlangokba, és összeszedni azoknak a madaraknak a tojását, amelyek lent élnek ebben a barlangrendszerben. Egyébként maga a barlangrendszer az a madarakról kapta a nevét, a tájosz az egy madárfaj, amelyik lent él a barlangrendszerben. Aves, le dije. Usted me dice que hay pájaros que vuelan debajo de la tierra, ¿le he entendido bien? Jól értem, hogy ön azt mondta nekem, hogy madarak repkednek lent a föld alatt, biztos ebben? Sí, me dijo Morris, es exacto. Son miles, quizás millones de pájaros que debajo de todo este sistema vuelan constantemente a 200 o 300 metros de profundidad bajo la superficie del planeta. Igen, igen, pont erre gondoltam, ön ezt nagyon jól értette. Madarakról van szó, amelyek a földfelszín alatt 200-300 méterre repkednek ide-oda a barlangokban. Me quedé aún más desconcertado todavía. Imagínense. Hát képzeljék el, hogy még inkább elképettem a hallottaktól. Hay además murciélagos y toda clase de fauna subterránea. Hát ezen kívül természetesen vannak denevérek, és a fauna egyéb képviselői is lent a föld alatti világban. Por las noches salen de las entrañas de la tierra, por los huecos que nosotros los conocemos como entradas. Hát esténként ezek a madarak a barlangokból azokon az üregeken keresztül szállnak ki, amelyeket mi bejáratokként ismerünk. Y se alimentan de los frutos de los árboles, de los miles de árboles, de los millones de árboles que hay en la selva amazónica. És az őserdő őserdőben termő fák gyümölcseiből táplálkoznak. En ese lugar, me dijo Morris, en el lugar en que yo particularmente conozco y por donde he hecho mi descubrimiento, existe un riachuelo que se lo traga la tierra.
Ezen a helyen, amelyet mondja Mauritianus, amelyet én megismertem és amelyet én kutattam, van egy folyó, amely eltűnik egyszer csak a föld alatt. Este riachuelo nos indica la entrada al mundo subterráneo. Ez a kis patak megmutatja, hogy hol van a bejárat a föld alatti világba. Para ingresar es menester efectuar un descenso de unos 70 metros de caída vertical. Ahhoz, hogy leereszkedhessünk ebbe a barlangba, egy 70 méteres, teljesen függőleges mélységet kell leküzdenünk. Una vez allí desaparece la luz del día y comienza el reino de las tinieblas. Hát ott egyszer csak eltűnik a napfény, és elkezdődik a homálynak a földje. A todo esto, que ya era suficientemente fantástico para crear un escepticismo realmente obvio en el interlocutor. Hát mindez, amit hallottam, hát nagyon szkeptikussá tett, hiszen ez teljes mértékben hihetetlen volt akkor még a számomra. Me añade lo siguiente. Hozzátette ehhez még Moritz. He investigado en solitario, me dice Moritz, por mucho tiempo estas profundidades, y he encontrado dentro de ellas. Teljesen egyedül, hosszú-hosszú időkön át kutattam ezt a barlangrendszert, és találtam. El legado más fantástico que puede imaginar el ser humano. Egy olyan hagyatékot, amelynél fantasztikusabbat az ember elképzelni sem tud. Se trata de la auténtica narración de la hoy desconocida prehistoria humana. A ma ismeretlen emberiség történelmi előtti időkről szóló írások. El origen del hombre sobre la tierra. Az ember eredete a Földön. La descripción de los diferentes cataclismos cósmicos por los que ha atravesado el planeta. A Föld által megszenvedett különböző kozmikus kataklizmáknak a leírása. La explicación de la supervivencia del género humano en las horas más aciagas de su historia. A legreménytelenebb időkben hogyan élt át az emberiség ezeket a katasztrófákat. Todo esto está compilado en una caverna central gigantesca. Mindez egy központi, gigantikus méretű barlangban, üregben van megtalálható. Esta caverna está rodeada de siete cuevas alrededor, siete grandes cuevas. Ez a nagy központi üreget hét másik, szintén nagy barlang üreg veszi körbe. Cada una de estas cuevas podría ser lo que ustedes podrían denominar museos. Ezeknek a barlangoknak, amelyek körülveszik a központi rendszert, mindegyiket gyakorlatilag múzeumként tekinthetünk rájuk. Museos correspondientes a cada era de la humanidad. Az emberiség minden korszakának a múzeumai. En los cuales se encuentra toda clase de artefactos. Ezekben a barlangokban mindenféle tárgyak megtalálhatók. Mobiliarios. Mindenféle mozgást, restos arqueológicos, különböző régészeti maradványok, estudios anatómicos, anatómiai tanulmányok, esqueletos de gigantes, óriás méretű csontvázak, y sobre todo registros grabados con signos o escritura ideográfica que contienen la auténtica historia de la humanidad. És mindenek előtt képírásos maradványok, tehát leletek, amelyekre az emberiség történelmét vésték. Ya comprenden ustedes que con esto pues mi capacidad de asimilación llegó a su límite. Hát elképzelhetik, hogy az én befogadási képességem az túllépett minden határt. ¿Quién era Moritz? Ki volt ez a Mauritianus? Estaba en su sano juicio. Estaba en su sano juicio, estaba. Ja, igen. Köszönöm. Tehát, hogy magánál volt-e, eszénél volt-e, amikor ezeket mondta. Podría ser posible una historia tan fantástica. Lehetséges, hogy egy ilyen fantasztikus történet az igaz. ¿Por qué me tocaba a mí enfrentar este asunto? Miért pont nekem kellett ezzel a történettel találkoznom? Miért nekem jött eszembe? Sí. Después de respirar, le dije. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? ¿Para qué me necesita? Miután lélegzethez jutottam, megkérdeztem tőle, hogy miben állhatok a segítségére. Muy sencillo, me dijo Moritz.
Ez nagyon egyszerű. Porque él siempre decía como un axioma, las cosas son muy fáciles o imposibles. A Móricz János mindig axiómaként kezelt, tehát azt mondta, hogy a dolgok vagy nagyon egyszerűek, vagy lehetetlenek. Entonces me dijo muy sencillo, lo único que yo deseo es que usted asegure los derechos de mi descubrimiento. Nagyon egyszerű, azért egy dolgot, amit öntől kérlek, hogy bizonyítsa be az én felfedezésemnek a jogosságát, hogy az én hozzám tartozik. Es mi deseo, me dijo Móricz, que no quepa la menor duda de que yo he descubierto no solamente el mundo subterráneo de América, sino el legado de todas estas civilizaciones perdidas. Nagyon egyszerű, a kívánságom az, hogy a legkisebb kétség sem férjen ahhoz, hogy én voltam az, aki egyrészt ezt a föld alatti világot felfedezte, másrészt az emberiség kulturális örökségére rábukkant. Bueno, le contesté. Voy a estudiar el caso con una condición. Egyetlen egy feltétellel megyek bele ebbe. Usted me lleva a conocer el mundo subterráneo. Ön le fog engem vinni ebbe a föld alatti világba. Yo quiero verlo. Látni akarom a saját szememmel. No se preocupe, me dijo. Ya he pensado en eso. Ne aggódjon, én már gondoltam erre, válaszolta Móricz. Desde ahora lo invito most a conocer el mundo subterráneo. Hogy megismerje a föld alatti világnak a titkait. Dicho lo cual se despidió y me anunció que volvería el día siguiente. Így elbúcsúzott, és azt mondta, hogy a rákövetkező napon ismét visszajön. Desde entonces no pasó un solo día en los 22 años que conocí a Juan Móricz en que haya dejado de venir a mi oficina. Todos los días. Onnantól kezdve ők 22 éven keresztül ismerték egymást, minden egyes napon elment az ügyvéd úr irodájába. Era de esas personas que no piensan que alquilan los servicios profesionales del abogado, sino que alquilan al abogado. Hát ő az az ember, aki nem az ügyvéd szolgáltatásait veszi igénybe, hanem az ügyvédet kölcsönzi. Bueno, allí lo tienen ustedes, la figura física de don Juan Móricz. Fizikailag így néz ki Móricz János. Un hombre genial. Egy zseni. Talentoso. Egy nagyon... Extraordinario. Egy különleges ember. Y les voy a contar pues la expedición desde que empezamos a organizarla. Most önöknek elmondom az expedíciónak a részleteit, amelyet megszerveztünk. Este es el lugar. Ezen a helyen található. A föld alatti világ. Allí corre el río Zamora. A Zamora folyó. Que cuando confluye con el río Namangosa. Amikor összefolyik a Namangosa folyóval. Forman el río Santiago. A kettő együtt adja a Santiago folyót. Este río Santiago desemboca en el Amazonas. A Santiago folyó pedig az Amazonasba ömlik bele. Nosotros llegamos atravesando la selva hasta... Primero hasta la Unión y después hasta la desembocadura del río Coangos en el Santiago, que es aquí. Nem tudom, mennyire látják, tehát ők az őserdőn keresztül mentek azon az úton, amit mutatott a pointerrel, és először a folyók összefolyásához érkeztek, utána pedig az előbb említett Santiago folyóhoz. La entrada a la Cueva de los Tallos, que ya se las enseño posteriormente, está exactamente aquí. Ahol most ő mutatja, ott van a bejárat a tájhoz barlangba, erről majd még a később. En el redondel de la letra R. Ahí. Tehát ott, ahova mutatott a fénnyel. Estos son los pormenores de la organización de la expedición. Todavía estamos en Guayaquil. Ez még Guayaquilban készült, tehát a kiindulási pontból, ahol neki is van az irodája. De Guayaquil nos fuimos a este pueblo. Este pueblo se llama Limón Indanza. Guayaquilből Özvérháton Limón Indanza nevű településre mentek. Es el último lugar al cual se puede llegar cómodamente en automóvil. Ez az egyetlen egy olyan hely, ahová még autón el lehet jutni kényelmesen. De aquí en adelante hay que atravesar la selva. Innentől kezdve már az őserdőn átvezet. Usando todos los medios al alcance, ¿no? Minden egyes olyan közlekedési eszközt használva, ami éppen kéznél van. Aquí en este pueblo, Móricz. Ennél a falunál Móricz.
se encargó de contratar las mulas, los arrieros, las vituallas y todo el equipo necesario para poder sobrevivir en la selva. Tehát minden olyan eszköz, beleértve az összvéreket is beszerzett, ami arra volt szükséges, hogy túl lehessen élni az őserdei utazást. Todo esto se hizo naturalmente después de haber legalizado el descubrimiento de Morix previamente, porque me hice yo un viaje a Quito al ministerio correspondiente. Természetesen mindez az utazás azután vette kezdetét, hogy előzetesen legalizálva lett Moritz felfedezése, amelyet az ügyvédúr a minisztériumon keresztül intézett. Hablamos con el presidente de la República. Beszélt az ecuadori köztársaság akkori elnökével. Se pasaron sendos oficios a la Casa de la Cultura. Mindenféle hivatalos okmányok utaztak a kulturális intézet, illetőleg al Procurador General de la Nación, a nemzeti jegyző, al Contralor General del Estado, a különféle állami hivatalnokoknak. Se legalizó el manifiesto que hizo Moritz de todo este descubrimiento. Tehát gyakorlatilag így legalizálták con su firma, Moritznak a kiadványa, con la firma de un notario, egy jegyzőnek az aláírásával, pecsétjével, az ügyvédúrnak. Y se aseguró naturalmente la parte legal de sus derechos de descubridor. Tehát gyakorlatilag a törvényi része, az ő felfedezésének a törvényesítése ilyen módon megvalósult. Consecuentemente, la expedición que ustedes están en este momento viendo estas fotografías fue una expedición oficial. Ebből adódik, hogy az az expedíció, amelyeket most a fotográfiákon fogunk látni, ez egy hivatalos expedíció lett. Auspiciada por el Estado ecuatoriano. Melyet az ecuadori állam is támogatott. Auspiciada. Y entre los auspiciadores se le envió un oficio al gerente general de Seturis, que era la organización turística del Estado. A támogatók között volt a Ceturis is, amely az ecuadori kormánynak a turisztikai hivatala. Para que sea su gerente general. Azért, hogy ennek a turisztikai hivatalnak az ügyvezető igazgatója. El que se encargue de sufragar los gastos que demandara la expedición. Garanciát adhasson arra, hogy anyagilag támogassa az expedíciót. Con el dinero de la nación. A nemzet pénzéből. Entonces ya sobre esa base jurídica segura se hizo esta expedición. Tehát a jogi alapok meglettek teremtve, és ezután kezdődhetett el ez az expedíció. Entre los expedicionarios existía una dama, la señora Lilian y Casa Pérez. Az expedíció tagjai között egy hölgy is volt, Liliana Pérez. Que constituye el símbolo de la mujer ecuatoriana en el mundo subterráneo de América. Ő gyakorlatilag az amerikai föld alatti világban képviselte a női nemet, szimbólumként. Atravesamos la selva durante muchos días. Hosszú napokon keresztül mentek az őserdőben. Tuvimos que hacer varios altos. Meg kellett állniuk gyakran. En distintos lugares de la selva. Különböző helyeken az őserdőben. No sabíamos a dónde íbamos. Fogalmunk sem volt arra, hogy hova mennek. Para todos nosotros, con excepción de Morix, estábamos perdidos. Morix kivételével mindenki el volt veszve. Teníamos obligatoriamente que seguirlo, como la sombra sigue al cuerpo. Tehát semmi más nem tehettük, mint úgy követtük őt, úgy voltuk a sarkában, mint egy árnyék. No sabíamos a dónde nos llevaba. Fogalmunk sem volt, hogy hova visz minket. Pero tampoco podíamos regresar. De nem is tudtunk róla magunktól visszatérni se. Literalmente estábamos embarcados. Gyakorlatilag el voltak veszve. Entonces transcurrían días, varios días, porque realmente nosotros, yo recuerdo, salimos un 26 de julio, y llegamos al lugar un 10 de agosto. A napok csak teltek múltak, az expedíció július 26-án indult, és augusztus 10-én érkeztek oda a helyszínre. Entonces fueron algunos días, pues. Jó pár nap eltelt. Por lo menos dos semanas de estar en la selva.
Hát minimum két hétig voltak az őserdőben. Mientras disminuían paulatinamente los alimentos. És ekközben ugye fokozatosan csökkent az élelmiszer mennyisége. Esto era lo más angustioso. Na, ez volt a leginkább aggasztó. Todos los expedicionarios llevábamos una insignia. Az expedíció minden résztvevője ezt a pecsétet viselte magán. Todos llevábamos esto. Expedición Mori 69, Cueva de los Tallos, Talto Sokberlán. Por primera vez, no necesito traducir. Tehát 1969, Móricz expedíció, a Tájhoz barlang, Táltosok barlangja, ezt legalább nem kell lefordítani, mondta az ügyvéd. Ezt az utóbbit. En el camino de superficie nos encontramos con varios petroglifos. Az út során számos ilyen petroglifeknek hívjuk, tehát ezek olyan kövek, amelyekbe ábrákat néztek. Como este que aquí ven ustedes unos signos extraños. Különböző jelek vannak belevésve. Ahol mutatja az ügyvéd úr. Llegamos al pueblo de La Unión. La Unión nevű faluhoz értek. Y en ese momento de la llegada nuestra, el río Zamora estaba sumamente crecido. Abban a pillanatban, amikor ők megérkeztek, a Zamora folyó nagy áradásban volt. No podíamos cruzar. Nem tudtak átmenni a folyón. Moritz despachó a las mulas y a los arrieros. Moritz ezért hazaküldte a vezetőket és az összvéreket. Y nos quedamos allí a esperar. És csak vártak ott. Que bajen las aguas. Hogy a vízszint csökkenjen. ¿Cuánto tiempo, dije? Kérdezte, hogy mégis mennyi ideig? No, no se sabe. Hát azt nem lehet tudni. Depende del río. Ez a folyótól függ. Allá en la selva no existe el tiempo. Hát ott az őserdőben nincs olyan, hogy idő. Ne importa nada de lo que pueda pasar, porque estamos en un aislamiento total. Teljesen mindegy, hogy milyen idő van, mert ott vagyunk a semmi közepén. Allí pues don Juan Moris nos puso a cortar árboles, a hacer juegos de distinta clase para entretenernos, a construir una balsa para podernos bañar sin peligro en un río, y pasaban los días y pasaban. Hát ott Moritz János mondta neki, hogy aprítsanak fát, vagy játszanak, találjanak játékokat, készítsenek egy tutajt, hogy biztonságosan tudjanak fürödni a folyóban. Campeonato de quien corta más leña. A verseny az volt, hogy ki tud több fát aprítani. Pero pues, si no, pues venía una neurosis total, pues, a los que quedábamos allí. Tehát ott mondjuk a neurózis nem volt annyira jellemző. Bajó el río. Egyszer csak a vízszint azért lecsökkent. Y nos embarcamos en unas canoas. És így kenuba tudtak szállni. Surcamos todo este río. Esa es una foto aérea de la selva, porque nosotros atravesamos. Ez egy légi felvétel a két folyó összefolyásáról. Ese riacho que ustedes ven allí, este es el Coangos. Az a kisebbik, az a Coangos. Cuando desemboca en el Zamora. Amikor a Zamora folyóba belefolyik. Este es el Zamora. Az a nagyobbik, szélesebbik folyó a Zamora. Nosotros lo navegamos desde La Unión hasta este punto. A La Unión nevű faluból eddig a pontig mentek kenun. Allí acoderamos. Ott hát letelepettek. Con mucha tensión. Porque teníamos que acoderar, porque si no lo lográbamos, nos llevaba el río. Hát ott muszáj volt nekik kijönni, és hát nagyon feszült volt a pillanat, mert ha nem tudnak partra szállni, akkor a folyó elviszi őket az árral. Y nos pasaba como le sucedió a Orellana cuando descubrió el Amazonas. És úgy érezték magukat, mint amikor felfedezték az Amazonas. Si nos llevaba el río, hasta el Atlántico nos íbamos. Hogyha a folyó elviszi őket, akkor az óceánig meg se állnak. Gravísimo. Gravísimo. Hát ez eléggé egy súlyos helyzet volt. Entonces, allí acampamos. Ott vertek tábort. Porque llegamos tardecito, a las 6 de la tarde estuvimos llegando. Este hatkor érkeztek oda, tehát már eléggé késő volt. Allí pasamos la noche entre dos aguas. Két fa között töltötték az estét. Allí. Y al día siguiente, félsziget csúcsán.
empezamos a subir. Ya estábamos en territorio de los shuaras, de los cazadores de cabezas. Itt már a suárok területére léptek, a fejvadászok területére. Moritz me dijo, Gerardo, nunca el hombre blanco ha estado antes aquí. Moritz azt mondta, hogy figyelj, Gerardo, fehér ember soha ezelőtt ideig nem jutott. Nunca. Soha. A mí me dejan pasar con ustedes porque tengo permiso del gran shaman. Engem csak azért hagytak, hogy idehozzam önöket, mert a fősámántól kaptam rá engedélyt. El brujo de la tribu, esto era el que le había dado autorización. Úgy hívták, hogy a törzsnek a boszorkánya, a fősámán. Entonces empezamos a atravesar las aldeas de estos jíbaros. Tehát ezeknek a benszülötteknek a falvain keresztül. Hay que ser muy cuidadoso en eso, porque cada jibaría, eso que ven es una jibaría. Hay que ser muy cuidadoso, porque la jibaría está dividida en dos partes. Amit ott látnak a fotón, ez egy benszülött település, és azt mondtad, hogy nagyon óvatosan kell járni kellni, mert két részre van osztva. La primera mitad para el guerrero. Az első fele az a harcosoké. Donde están los arcos, las flechas, las bodoqueras. Itt vannak elrejtve a nyilak, a köpőcsövek. Y lo más peligroso, el veneno, curare. És hát a legveszélyesebb, hogy a mérget is itt őrzik, tartják. El jíbaro, dueño de esta jíbaría, se la prestó a don Juan Moritz. Se la dio en préstamo. Ennek a településnek a vezére kölcsönbe adta Jánosnak. Y la otra mitad de la jíbaría, a település másik felén, es para las mujeres. Laknak a nők. Y si uno se equivoca, és ha valaki elvéti az irányt, es considerado una ofensa gravísima. Azt közvetlen fenyegetésnek veszik. Así que hay que mirar bien donde uno pisa. Nagyon, nagyon oda kell figyelni, hogy hova is lépünk, a lábunk elé kell nézni. Este es Nayambi, el guerrero de esa zona. Annak a körzetnek a főharcosa. El guerrero joven, pero no el jefe, sino el guerrero, el jefe del ejército, como se dijera. A hadseregnek a főnöke, nem a falunak a főnöke. Y esta es la boca de la cueva. Ez már a barlangnak a szája. Ya cuando llegamos arriba, a la cúspide de la montaña, mikor felérkeztünk a hegy csúcsára, hubo que bajar un poco hacia la quebrada más cercana, la quebrada que forma la montaña. Le kellett ereszkedni még addig a szorosig, a szakadékig, ahol maga a barlang található. Allí corre el riachuelo que me había dicho Moritz en la oficina. Itt folyik az a bizonyos patak, amelyről Moritz beszélt az irodában. Es un sector resbalosísimo porque constantemente está húmedo. Ez egy mindvégig nagyon nedves környék, folyamatosan víz van. Y por gravedad, pues porque es inclinada, a dőlésszöge, de van egy bizonyos dőlésszöge, conduce fatalmente al hueco. Nagyon kell vigyázni, mert pont a lukba vezet bele a víz, tehát könnyen bele lehet esni az ember. No se debe uno resbalar allí. Tehát ott nem nagyon kéne megcsúszni. Pero si se resbala es hombre muerto. Mert aki megcsúszik, az halott. Ese riachuelo le pregunté a Moritz cómo se llama. Megkérdezte az ügyvédő Moritzt, hogy hogy hívják ezt a patakot. Me contestó que se llama Napinche. 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 Y me dijo que significa rayo de sol. És azt mondta neki, hogy ez napsugarat jelent. Es interesante esto de los nombres geográficos, porque fíjense ustedes que el río Napo también es sol. Nagyon érdekesek ezek a földrajzi elnevezések, mert jól figyeljenek, hogy van egy olyan is, hogy Napo, és ez ugye megint köze van a naphoz. Y hay decenas de nombres geográficos en magyar. Több tucat földrajzi elnevezés van ős magyar nyelven. Había una escuela por allí, por donde nosotros transitábamos, que ni siquiera sabían lo que querían decir, o tal vez los indios lo sepan, pero se llamaba Napurak. Van ott egy iskola, amelynek az a neve, hogy Napurak. Én nekem fogalmam sem volt arra, hogy mit jelent ez. Es muy, muy interesante y hasta asombroso, diría yo, la cantidad de nombres que existen en el sector con raíces magiares. Nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő, hogy hány olyan földrajzi elnevezés van, amely ős magyar név eredettel rendelkezik. Entonces el Napinche, ese riachuelo, se vuelca en las profundidades de esta
de esta cueva. Tehát ez a Napincse nevű patak bukik le a barlang bejáratán. Allí nosotros armamos esa con árboles tumbados esa especie de protección para colgar de allí una polea. Ott szerkesztették meg fából ezt a bizonyos támasztékrendszert, hogy le tudjanak ereszkedni a barlangba. Una cosa que me llamó a mí muchísimo la atención y a todos los que estábamos presentes. Ez era el ruido. Mindenkinek nagyon felhívta a figyelmét ez a szerkezet. Un ruido atronador que emanaba de las profundidades, salía de la boca de la cueva, un ruido inexplicable. És ami nagyon érdekes volt, hogy a barlang szájából egy megmagyarázhatatlan zaj, egy folyamatos monoton zaj szűrődött ki. Que dio origen a una serie de explicaciones, entre comillas. Cada uno tenía una opinión distinta, que era pues un río correntoso, que era pues 10,000 cosas se les ocurría, pero no acertábamos realmente qué podría ser. Természetesen mindenki különböző elméleteket fabrikált arra, hogy mi is lehet ez a zaj, honnan is származhat, mi lehet a forrása. Vean ustedes, sobre esa, ahí pusimos la polea. Allí, sobre el abismo. Támasztékra szerkesztettek egy csigát, amin kötélen keresztül le tudtak ereszkedni. Y ahí sí bajamos. 67 metros fue exactamente lo que necesitamos de cable para llegar al fondo. Egészen pontosan 67 méter mélységbe kellett leereszkedni kötélen. Una vez abajo, ez már lent készült ez a felvétel. El lugar no era pues tan grande como este escenario, ni mucho menos. Era bastante estrecho. Ez a hely nem volt akkora, mint ez a színpad, és elég szűk volt. Pero al igual que este escenario, solamente tenía un sitio para seguir adelante. Gyakorlatilag ez csak ilyen bevezető volt, ami egy előterem, amiből látszott, hogy lehet még tovább haladni. Porque había roca de un lado, roca del otro lado, roca del tercer lado, y este lugar para seguir adelante. Ez egy csató, egy különböző, tehát minden oldalról falak vették körül, olyan volt, mint egy alagút. Siendo la única posibilidad, pues por allí había que ir. Hát más irány nem is volt a haladásra, csak előre. Y por allí fuimos. Így hát előre haladtunk. Nos encontramos con otros desniveles. Aztán találkoztunk mindenféle szinteltérésekkel. Fueron salvados mediante escaleras que nos proporcionaron los íbaros. Ezeket a létrákat a benszülöttek szerkesztették és tették oda a megfelelő helyekre. Mientras nosotros nos hundíamos cada vez más, miközben mi egyre mélyebbre ereszkedtünk, en la superficie de la tierra la montaña se elevaba cada vez más. Közben a felszínen a hegy meg egyre jobban emelkedett. De tal manera que lo que fueron 67 metros aquí, ya eran muchos más acá. Tehát ami kezdetben 67 méter volt, la montaña subía. Egyre mélyebbre kerültünk a hegy gyomrába, hiszen közben a hegy emelkedett. Y a medida que nos adentrábamos en esa inmensidad, en esa, porque era ya inmenso, a medida que nos adentrábamos se hacía más grande. Miközben ebben a hatalmas mélységbe haladtunk előre. Más de una vez sentíamos que los ríos de superficie pasaban por encima de nosotros. Egyre többször éreztük azt, hogy a felszínen folyó folyók a fejünk fölött haladnak éppen. Pero el lugar ya se hacía gigantesco. De a hely az pedig most már hatalmas. La altura, pues, yo calculo, ya les voy a enseñar una foto, habrán sido unos 120 metros, tal vez 130 metros de altura, de donde nosotros estábamos, que ya ese lugar, durante los milenios que habían transcurrido, se había llenado paulatinamente de lodo y de excremento de los miles de pájaros tallos que habitan allí adentro. Tehát akkora hatalmas barlangokról beszélünk, hogy az a hely, ahonnan kiindultunk, onnantól az ügyvéd úr becsése szerint 120-130 méter magasan volt a plafonja ennek a barlangnak. És a hely az évezredek alatt ugye tele lett hordalékkal, illetve a madaraknak az ürülékével, amelyek ott élnek. Sin embargo, a pesar del excremento
y de lodazal, se respiraba aire muy puro porque estaba muy bien construido con distintos huecos por donde entraba y salía el aire, había tiro de aire. Annak ellenére, hogy ugye madárhűrülékkel volt tele, illetőleg mennyire mélyen voltunk, végig friss levegőt tudtunk szívni, mert olyan zseniális módon építették meg ezeket az üregeket, hogy mindig friss levegőhöz jutottunk. La primera sorpresa la tuvimos cuando vimos una entrada, un túnel, llamemos así, no entrada, sino un túnel secundario, lateral. Az első meglepetés akkor ért minket, mikor ehhez az oldal alagúthoz érkeztünk. Que tenía el techo totalmente pulido. Miren ustedes el pulimento. Az alagútnak a mennyezete teljes mértékben megvolt munkába, teljesen simára volt csiszolva. Los ángulos rectos. A szögek, derékszögek. Las aristas. A megmunkálás látszik a falakon. Contundentemente demuestra que esto no es obra del agua. Egyértelműen látszik, hogy ez nem kizárólag a természetnek a... Sin embargo, también está presente la obra del agua para que ustedes puedan ver la diferencia entre lo que hace el agua y lo que hace la mano del hombre. Esta parte de aquí sí es obra del agua. Természetesen a víz munkája is tetten érhető, de az emberi kéznek a nyoma is látható. Se ha comido el agua, pues... Tehát az, amit ott most mutat, az gyakorlatilag a víz formáló erejének köszönhető. Y el lodazal ha subido tanto que ya no es posible entrar en posición recta. Közben annyira lecsökkent a mennyezet magassága, hogy kiegyenesedve nem is lehetett járni. Uno tiene que entrar a gatas. Be kellett hajó, összegörnyedve lehetett csak tovább haladni. Pero no fue esta la única sorpresa. De nem ez volt az egyetlen egy meglepetés. Más adentro encontramos lo que después denominamos nosotros con el nombre de Puerta Morix. Bejebb hatolva a barlangba találtunk egy ilyen bejáratot, egy ilyen kaput, amelyet mi később úgy neveztünk el, hogy Moritz kapu. Esta puerta originalmente debió haber sido inmensamente grande. Ez a kapu, ez eredetileg ennél hatalmasabb lehetett. Pero a través de los millones de años se ha llenado de lodo y de piedras que han arrastrado el riachuelo Napinche, que cuando se enfurece por las lluvias, arrastra lodo y piedras grandes, chicas y gigantes, como la que ven aquí. Tehát évezedeken keresztül azért vált kisebbé, mert a Napinche patak, amikor megduzzadt, a hordalékot és a köveket, amit magával hozott, azt itt rakta le. Estas piedras que están de este lado de la entrada, llamémoslo así, de este portal, han chocado y han destruido el dintel. A kapunak ezen az oldalán található kövek, mint hogy a képen is látszik, nekiütköztek ennek az áthidaló résznek, hívjuk áthidaló gerendának, és hát elég nagy kárt okoztak benne az évezredek alatt. Este dintel que originalmente debió haber sido considerado inalcanzable, porque debe haber estado altísimo. Ez a kapu, ez eredetileg valószínűleg hatalmas volt, és nem lehetett elérni, tehát annyira magas volt, hogy nem lehetett megfogni sem. Sin embargo, pues llegó el momento en que se rellenó de lodo y de pedrones gigantes. Hát az expedíció idejekor már ebben az állapotban volt, hogy annyi hordalék tömített el a bejáratot, hogy gyakorlatilag meg lehetett fogni a tetőt kézzel is. Ahora van ustedes a contemplar el mismo dintel del otro lado. Most ugyanezt a kaput a másik oldalról láthatjuk. Está recto. Tehát látszik, hogy mennyire a derékszögek látszanak a megmunkálás. Un ligero daño aquí. Egy kicsike kis kár keletkezett ott, ahol mutatja. Fíjense los ángulos rectos. Nézzék meg, hogy mennyire derékszögűek a csatlakozások. La sombra de humedad. Ott látszik a nedvességnek a hatása. La colocación de las piedras una encima de otra. A köveket egymás fölé helyezték el. Esto es algo asombroso. Encontrar esto debajo de la tierra, de la superficie de la tierra. Elképesztő, hogy a föld felszín alatt ilyenekkel lehet találkozni. Seguramente a unos 120 o 150 metros de profundidad debe ser aquí. De 120-150 metros a föld alatt. De la profundidad que nosotros estábamos en ese momento, que no es la misma en la que ustedes están allí y la que estoy acá. Tehát ez a mélység, ez nyilvánvalóan nem ugyanaz, mint ahol önök ülnek, és ahol én állok, a kettő közötti különbség. Miren ustedes, allí tienen ustedes una fotografía tomada desde el interior. Ez a barlang belsejéből kifelé fotózott kép.
Observen los seres humanos qué tamaño diminuto tienen. Nézzék meg, hogy milyen pici méretű az ember a bejárathoz képest. En primer plano se lo ve más grande, pues, al director de Ceturis. Nyilván premier plánban nagyobb, mert ő itt közelebb van, ő a megnevezett Ceturisnak az ügyvezető. Aquí debe haber fácilmente 120 metros de altura. Simán 120 méter különbség tapasztalható. Es uno de los respiraderos. Ez az egyik olyan lúk, amelyen keresztül friss levegő áramlik be. Estos respiraderos en el mundo subterráneo tan oscuro que no puede uno verse ni la palma de la mano constituyen una referencia muy importante para no perderse. Ezek a lukak ugyanakkor nagyon fontos támpontok ahhoz, hogy ne veszünk el egy olyan barlangból, olyan sötét van, hogy még a saját tenyerünket sem látjuk közelről sem. Porque la luz entra y se la ve a la distancia. Entonces le puede servir a uno de referencia para regresar siguiéndola y no perderse. Tehát ezekre a lukakon keresztül beáramlik a fény, és ezeket nagyon fontos, hogy megegyezzük, hiszen ezeknek a segítségével találunk vissza oda, ahonnan elindultunk. No hay linterna ni reflector que pueda destruir la negrura de la oscuridad de ese lugar. Egyébként nem létezik, vagy legalábbis akkoriban nem létezett az a technológia, az a fényforrás, amely le tudná küzdeni a barlang sötétségét. Este es el pájaro tallo que hacía este ruido tan misterioso que nadie acertaba a explicar. Ez az a bizonyos tájó madár, amelytől származik az a misztikus zaj, amiről senki nem tudta, hogy mi is az. Los tallos sentían que había movimiento en la superficie y se alborotaron. A madarak érezték, hogy mi mozgunk a felszínen, és hát megriadtak. Esta avecita, que Morris identificaba con el turul, la descubrió por primera vez Humboldt en Venezuela, en la cueva de Caripe. Ez a madár, amelyet Moritz a turul madárral azonosított, Humboldt fedezte föl a venezuelai Caripe barlangban. Innen kapta egyébként a madár a latin nevét. Humboldt le puso el nombre científico que tiene. Tehát a Humboldt adta a tudományos nevét ennek a madárra. Esteatornis caripensis. Esteatornis caripensis, tehát a Caripe barlangból. Por las cuevas de Caripe, que son una continuación de estas cuevas, porque las mismas se continúan en Colombia, en Venezuela, en el Perú, en la Argentina, en Chile. El sistema subterráneo está interconectado en todo el continente. Ez a Caripe barlang egyébként nem más, mint a mi általunk most tárgyalt Taos barlangnak a folytatása, hiszen ez a barlangrendszer az egész dél-amerikai kontinensen, az Andok alatt végighúzódik, Kolumbiától Chileig. Más adentro, mientras seguimos avanzando, con cierta seguridad, porque ya teníamos la referencia visual de este rayo de luz. Hát mentünk még befele a barlang mélyébe, viszont itt már jobban biztonságban éreztük magunkat, mert tudtuk, hogy a fény hol van a barlangban. Entonces, asegurado nuestro retorno, porque lo estábamos viendo al rayito este de luz. Seguimos avanzando y encontramos un lugar con piedras pulidas que no habían sido colocadas por alguna razón, y han estado millones de años allí, observen el pulimento. Tehát miután már a visszaútunk az biztosítva volt, mert láttuk a fényt, egyre mélyebbre hatoltunk a barlangba, és ilyen kövekkel találkoztunk, amelyek hát, teljes mértékben polírozva voltak, és csak úgy ott hevertek céltalanul szerteszét. Los ángulos, el corte, que parece un queso, que lo hubieran partido. Nézzék meg, hogy a derékszögeket, nézzék meg azt a precíz vágást, ahogyan a kőtömböt elvágták. Me resisto a pensar que esto es obra del agua también. Hát én erősen kétlem, hogy ez a puszta víz munkájának a munkája. Insisto en este aspecto porque todos los científicos que han ido, como no le encuentran explicación al asunto, porque para encontrarle alguna explicación tienen que reconocer que esto es producto de una civilización prehistórica. Azért ragaszkodom ez a véleményemhez, mert olyan tudós még nem volt, aki ott lent járt volna, és bármiféle tudományos magyarázatot talált volna, és nem az a válasz, hogy ez pedig az emberiség történelme előtti dolgoknak a következménye. Entonces concluyen que es obra del agua. És hát azt a következtetést hozták természetesen, hogy ez a víz. Todo este sistema, todas estas construcciones, todas estas piedras son obra del agua.
Ez az egész barlangrendszer természeti képződmény és a víz hozta létre. Ez volt a tudósoknak a következtetése. Esa es la conclusión de la ciencia oficial. Tehát a hivatalos tudománynak ez a álláspontja. La cual me resisto a admitir. Hát én azért ezt nem annyira osztom. Miren ustedes. Nézzék csak meg. Nézzék csak meg azt a vágás, azt a választékot Moritz, ebben a költönben. En la cueva examinando estas piedras precisamente. Itt Móricz János éppen nézi ezt a követ. Y fumando en una cueva don Juan Moritz. Tenía todo el derecho de hacerlo, al fin y al cabo él nos había llevado, ¿no? Hát, és Móricz úr dohányzik egy barlangban, amihez minden joga megvolt, hiszen ő vitt oda minket. Aquí está don Juan Moritz con la señora Lilian y Casa fotografiados por mí. Yo les tomé esa foto. Esta foto az ügyvéd úr készítette Lilian y Casáról és Moritz Jánosról. En el interior de la cueva de los tallos. Lent a barlangban. Ambos llevan la insignia de la expedición. Mindkettő megfigyelhető az expedíciónak a pecsétje a ruhájukon. Más piedras. Még több kő. Fíjense la diferencia entre las paredes naturales y el corte de la piedra. Hát ez a különbség a természetes módon kialakult kövek és a precízen elvágott kövek között. Aquí estoy yo entre dos estalactitas. Itt található az ügyvéd úr két stalagmit között. Yo creo que como han pasado 40 años también han aumentado 40 libras. Hát ő azt mondja, hogy 40 év telt el, és az ősű a 40 librával gyarapodott. Ez a 40 libra, ez 20 kiló nagyjából. Una libra por año, no está mal. Évente egy libra, nem is annyira rossz. Nuevos pasajes. Újabb folyosók. Miren esta foto. Nézzék csak ezt a miren fényképet. El tamaño del ser humano. Nézzék mekkora ott az ember, az a kis pici pontot lent. Esto es una foto que para tomarla se necesitaron decenas de reflectores. Ezt a fotót csak úgy tudták létrehozni, hogy több tucat reflektorra világították. No corresponde a la expedición Moritz, a la del año 69. No estuve allí yo cuando tomaron esta foto. Ez nem az, ahol ő volt, tehát ez nem azon az expedíció során készült. Esta foto me la regaló el señor Stanley Hall, que organizó la expedición británica en el año 76. Ezt a fotót ő Stanley Holltól kapta, ő volt az a skót származású mérnök, aki a 76-os brit expedíciót szervezte a barlangokba. Los británicos tenían un equipo fenomenal, no? Mivel ő ugye brit volt, ezért fantasztikus képességű eszközöket hozott. Especial para espeleología. A barlangászat számára kifejlesztett eszközöket. Y toda clase de motores de fuerza para darle fuerza a los reflectores. Megvoltak mindazok a motorok, azok a energiaforrások, amelyek táplálták a reflektorokat. Fácilmente se aprecia la diferencia entre nuestras fotos, que es un milagro que hayan salido tan bien, y una foto como esta con más tecnología. Hát látszik, hogy mi a különbség ezzel a akkori csúcs technológiával készült kép és a mi képeink között, amelyekre egyébként meg szeretné jelezni, hogy szintén csoda, hogy egyáltalán elkészülhettek. Observen ustedes que a través de los millones de años se ha caído el techo. Évmilliókon keresztül figyeljék meg, hogy beszakadt a mennyezet. Pero hay un pedazo donde no se ha caído y está el pulimento. De van ott egy kis rész, amit éppen most mutat, ahol látszik, hogy polírozott a tető, az még nem zuhant le. Y se aprecia claramente pues las dimensiones. Látszik világos a méretek. A partir del nivel relleno con una serie de elementos extraños, lodo, piedras, excremento. A partir de eso todavía es alto. És hát ismét fejébe a figyelmet arra, hogy a felszín az már magasabb, mint lehetett évmilliókkal ezelőtt, mert azóta tele lett hordalékkal. Tehát a talajszint az lejjebb volt. Tehát még magasabb volt maga ez a csarnok. Otro sector. Ez egy másik helyszín. Cada uno de estos sectores
intercomunican con nuevas habitaciones gigantescas. Después no, parece que no hubiera salida y uno encuentra una grieta, una abertura, se mete a rastras y aparece en otra cosa inmensa. Tehát minden egyes ilyen szektor, minden egyes ilyen üreg más üregekkel van kapcsolatban, és ahogy egyre bejebb hatolunk, egyre újabb és újabb üregek nyílnak, egyre nagyobb és nagyobb termekbe jutunk. Cada vez se desciende más, fíjense en esta escalera. Ott is van egy létra nézés. Tehát ez már elég magas, ilyen nagy magasságok vannak. Vean, otro pórtico, ya más adentro todavía. Még bejebb, itt is található egy ilyen bejárat, ami el van tömődve. Hay dos o tres pórticos hemos podido detectar hasta el momento. Mostanáig két-három ilyen kapuszerű bejáratra bukkantak. En la expedición Mori solamente pudimos detectar el primero. A 69-es Móric expedíció során az elsőig jutottak el. Los otros se han ido descubriendo posteriormente. El último de ellos en esta expedición de Teleamazonas. A többi ilyen kaput a későbbiekben fedezték fel, például ezt is, amely szerepelt a Teleamazonas. En la cual participó el señor Manuel Palacios, que ya les dirigirá la palabra posteriormente. Ebben az expedícióban részt vett a színpadről Manuel Palacios is, aki majd fog a későbbiekben szintén előadni. Y que tuvo la bondad de conseguirme estas fotos. Estas fotos no son de la expedición Moritz. És ezt a fotót is például ennek az expedíciónak a során. Pero aztán... para mi gran sorpresa, miren ustedes, avanzaron más adentro que nosotros. Bejebb jutottak, mint mi. Y vean este pasadizo que comunica con otro sector. Nézzék meg, ott van egy átjárat pulido. Egyik üregből a másikba. Nosotros no pudimos ingresar tan a fondo, porque lo único que teníamos era linternas de cabeza, linternas de mano. Entonces, en un momento dado, la cueva gira, y al momento de girar, desapareció la luz que les indiqué anteriormente, de ese boquete. Ők nem jutottak a 69-es expedíció során bejebb, mert mindössze fejlámpákkal, illetve zseblámpákkal rendelkeztek, és eljutottak eddig a helyig, ahol a barlangban van egy görbület, és ebbe a görbületben nem jut be az a fény, amiről beszélt önöknek korábban. Cuando yo me di cuenta de eso, pues yo dije, ni un paso más, dije Juan, nos perdemos. Ni un paso más, dijo Mori. Mikor ezzel a ténnyel szembesült, azt mondta Jánosnak, hogy ő többet innen porque kapott. Porque si perdíamos esa referencia, no podríamos regresar. Hogyha ott elvesznek, akkor nem találják meg a visszautat. Entonces no avanzamos tanto. Tehát már nem mentek tovább. Por imposibilidad física, por ceguera, si ustedes quieren. Mert fizikailag ez lehetetlennek bizonyult. Pero las posteriores expediciones vinieron mejor equipadas y ya tenían otras formas de orientarse, otras señales, una linterna de larga duración que dejaba en un determinado lugar que les indicaba por dónde podían regresar y que no había un abismo. Porque ese es otro peligro, ahí pueden haber de repente aberturas en las que uno desaparece. Yo, gracias a Dios no nos pasó nada de eso, pero podría existir. Tehát az őket követő expedíciók már sokkal jobb felszereléssel mentek le a barlangrendszerbe. Ezek között a legfontosabb, hogy olyan nagy teljesítményű reflektorokkal és lámpákkal rendelkeztek, amelyek lehetővé tették nekik, hogy bevilágítsa az utat, hiszen ők abban a veszélyben voltak, hogy bármikor beleléphetnek egy lukba, ahol örökre eltűnnek, hiszen nem látják. Miren este dintel. Nézzék meg ezt az áthidalót. El pulimento, increíble. Egyszerűen hihetetlen, hogy milyen mértékben szépen ki van dolgozva, polírozva. Indudablemente, nadie, no, después de ver esto, nadie puede negar pues, que existen construcciones subterráneas en el área. Ha valaki ennek szemtanúja, akkor onnantól kezdve már nem tagadhatja le, hogy léteznek föld alatti világban különböző emberkéz által alkotott hát, szerkezetek, illetőleg építmények. Además, yo había comprobado ocularmente que en efecto las aves vuelan debajo de la tierra. Az ügyvédőrálása saját szemével látta, hogy a madarak a föld alatt közlekednek, repülnek. Lo cual pues suena raro, ¿no? Ez elég különösen hangzik, de így van. Miren esta maravilla de fotografía. Nézzék meg, milyen csodálatos ez a fotó. En primer lugar, el pulimento del cielo raso.
nézzék meg, hogy, hogy milyen kidolgozása van a mennyezetnek. En segundo lugar, el tamaño del ser humano. Másodszorban pedig, hogy mekkora az ember ott lent. Que no es este, sino este de acá. Az nem az a nagy, az a kis pici, az a fekete elmosódott folt. Yo sostengo que este es una sombra consecuencia de la fotografía con el flash. Meg van győződve arról, hogy az a nagyobbik folt, ami látszik, az a vakufénynek köszönhető árnyék. Como yo no la he visto, porque esta foto es de la expedición inglesa, no de la expedición Mori. Me la regaló Hall. De ő nem látta ezt a saját szemével. Yo no lo puedo afirmar, si realmente esta es la sombra del hombre pequeñito, o como dicen otros, la estatua de un gigante. Tehát ő nem tudja azt bizonyosan állítani, hogy az a vaku által az ember árnyéka vetült a falra, vagy pedig az ott egy óriásnak az árnyéka, hiszen ezt, amikor készült ez a fotó, ő nem volt jelen, ezt a brit expedícióban készült, és a Stanley Holltól kapta ő ajándékba. Yo no puedo dar testimonio sobre eso. Tehát nem tudom megerősíteni azt, hogy ez igaz, vagy nem. Lo que sí puedo hacerles caer en cuenta, pero yo no hago ningún comentario oficial al respecto, porque para muchos ojos pasa inadvertido y ustedes no se han percatado todavía, pero les voy a hacer caer en cuenta, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que hay un rostro humano gigante esculpido allí. Tehát ő nem fogja ezt hivatalosan sehol sem kijelenteni, de beszélni, tudunk itt róla beszélni, hiszen most olyat mutat be önöknek, hogy szerinte az egy hatalmas, egy óriásnak az arcképe látszik. Mirenlo. Nézzék csak a fotót. Ott azon a területen. La frente. A homlok. Las cejas. A szemüregek. La nariz. Az orr. Los ojos. És a szemek. La boca. A száj. Y una sonrisa enigmática. És egy ilyen... Diría yo burlona. Egy ilyen érdekes mosoly, amiről azt mondja, hogy hát egy ilyen nem önelégült, hanem olyan érdekes mosoly. Se está riendo de nosotros. Tehát ő rajtuk nevet, azok, akik oda lementek, azokon nevet. Egy ilyen groteszk mosoly. Bueno, después de esto, pues, todos salimos, pues, triunfantes. Se había comprobado lo que dijo Morix en su primera parte de la expedición. Porque la expedición se dividió, como les enseñé desde el principio, en dos partes. La primera, la comprobación de la existencia de la cueva de los tallos. Mindannyian győztesként tértünk haza ebből az expedícióból, hiszen az, amit Moritz állított az első expedíció során, hogy léteznek ezek a barlangok, az bebizonyosodott. Y la segunda, que era la parte interesante, la fase de Taltosok Barlanga. Usted pronuncia mejor que yo esto. Tehát a második részenek az expedíciónak ez az érdekesebb volt, ez a Taltosok barlangja. Az ügyvédő azért mondja, hogy a barlang H, mert a spanyolban a J betű az H hangot jelöl. Bueno, yo estaba seguro porque con estas pruebas que les he presentado a ustedes, así como se le presentaron al presidente de la República, se haría la segunda parte de la expedición. Hát én elégedett voltam, mert ezeket a bizonyítékokat, amiket önök láttak, ezeket látta az ekvadori államfő is, és ezért valószínűleg létrejöhetett volna a második része az expedíciónak. Pero naturalmente Morix era muy cauteloso. De természetesen Morix nagyon gyanakvó volt. Y puso condiciones. És feltételeket szabott. Primera condición, la intangibilidad de los objetos descubiertos. Az első ilyen feltétel volt a tárgyaknak az érinthetetlensége, a sérthetetlenségének a garanciája. Segunda condición, la presencia de observadores extranjeros. Második ilyen feltétele volt, hogy külföldi szakértőknek a jelenléte. La tercera condición era que si no se tocaban los objetos y estaba allí, esto tendría que estar sometido a una vigilancia internacional. Es que porque estos tesoros y estas no le pertenecían exclusivamente a ningún país, sino a la humanidad. A harmadik ilyen feltétel volt, hogy az ott talált tényeket és az ott talált tárgyaknak a létét meg kell osztani nemzetközi közveleménnyel, hiszen ez nem egy valakinek a tulajdonát képezi, hanem az emberiség kulturális hagyatékát. Tenía toda la razón. És ebben teljes mértékben igaza volt. Había que prevenir una posible catástrofe. Meg kellett előzni egy lehetséges katasztrófát. Porque como los objetos son de oro.
Miután ezek a tárgyak aranyból vannak. Sí, pues entonces podría despertar la codicia. Itt hát ez számos ember számára csábítóan hat. Y una vez despertar la codicia, nos podían ametrallar a todos, pues allí. És hát ebből adódóan bármelyikünket megölhetik, veszélyt. Para llevarse el oro. Azért, hogy az aranyhoz jussanak. Entonces, estas cosas, pues, estas condiciones ya no les gustó mucho a muchas personas. Hát ezek a feltételek már nem nagyon tetszettek sok embernek. Y la que más les molestó fue que Morix exigía el absoluto control y la jefatura total de la expedición. Ami a leginkább csípte a szemét ezeknek az embereknek, hogy a Moritz kikötötte, hogy ő egyedüli képviselőjének az expedíciónak, ő lehet az egyedüli főnök az expedícióban. Se dieron largas, hubieron conversaciones, no hubo entendimiento, y en definitiva no se procedió a la segunda parte por estas razones. Hosszas beszélgetések voltak, hosszas viták, de végül is a nézeteltérések miatt nem jött létre a második része az expedíciónak. La misma dificultad tuvo 7 años después. Ugyanebbe a nehézségbe ütközött 7 évvel később. Con la expedición inglesa. Amikor is a brit expedíció létrejött. Los ingleses pues no se resignaban a que fuera Morix el que tuviera la jefatura de su expedición. Az angolok nem fogadták el azt a feltételt, hogy az ő expedíciójukat a Moritz János vezesse. Y tuvieron la pretensión de llevarlo exclusivamente como guía. És mindössze vezetőnek szerették volna őt fölfogadni. Imagínense ustedes si Cristóbal Colón hubiera aceptado ir como guía de uno de los hermanos Pinzones o de un almirante portugués. Ez olyan, mintha Kolumbusz elfogadta volna, hogy nem ő az expedíciónak a vezetője, hanem ő csak idegen vezető, úgymond. És bárki más helyette lett volna a főnök. No hubiera pasado de desempeñar el papel pues de uno de los indios íbaros, Choara. Tehát így nem jött volna létre az a szerepkör, amit a János egyébként magára vett. Y esto, conociendo la personalidad de Don Juan Morix, simplemente era inconcebible. Ez Moritz János által elfogadhatatlan volt, aki egy eléggé karakán és eléggé egyenes ember volt. Solamente un hombre de gigantesca personalidad, como era Moritz, podía haber logrado lo que consiguió. Amit ő elért az életében, az csak egy olyan formátum ember érhette el, amilyen ő maga egyébként. Y solamente un idealista convencido de su misión, como era Moritz, pudo haber renunciado a la gloria de ser presentado como el gigante descubridor sacrificando su descubrimiento. Prefirió morirse, pero no tocar esos objetos. Csak egy ilyen formátumú ember, mint Moritz János érhette el azt a dicsőséget, ami egyébként dicsőséget soha nem érdekelte, tehát a saját céljait is feláldozta, és inkább a halált választotta, mint sem nem az ő feltételei, mert kerüljen nyilvánosságra ezek a tények. Yo más de una vez le mencioné que nosotros éramos seres mortales, y que podíamos en cualquier momento desaparecer por una enfermedad, un accidente, una desgracia. Y que entonces, ¿qué iba a pasar con todo el descubrimiento y con todo el aporte que él había hecho para la humanidad? Y era muy filósofo en su respuesta. Én többször emlékeztetem őt arra a tényre, hogy mi emberi lények vagyunk, és bármelyik pillanatban eltűnhetünk, bármelyik pillanatban történhetünk velünk valami végzetes, és akkor mi fog történni az ő felfedezésével, és mi lesz ennek a felfedezésnek a sorsa, és úgy válaszolt, hogy... Alguien vendrá después, me dijo. Hát valaki majd engem követni fog egyszer. Mondta ezt. Y en consideración a que ese alguien que vendrá después, entonces yo decidí, en un momento dado, para conmemorar los 20 años del fallecimiento de Don Juan Morix, escribir un libro que diera a conocer estos particulares para aquel que vendrá después. És ennek a valakinek a dolgát megkönnyítendő, János halálának 20. évfordulójára döntöttem úgy, hogy ezt a történetet leírom egy könyvben, és ezt megjelentetem. Yo voy a autorizar a la fundación que recientemente ha nacido, Juan Morix, que hagan la traducción del libro al húngaro para que ustedes puedan conocer en su lengua nativa toda esta historia pues ampliada, porque esto no es más que
el comienzo de una serie sucesiva de consecuencias que si yo me las pusiera a mencionar no terminaríamos nunca esta conferencia. Esto es el comienzo, como si dijéramos, la chispa que enciende la dinamita, pero después de un largo trecho. Én felhatalmazom a Móricz Számos Kulturális Egyesületet, hogy lefordítassa ezt a könyvet, abból a célból, hogy önök mindannyian megismerjék az anyanyelvükön ezt a történetet, amelyből most egy kis kivonatot elmondtam önöknek. És szeretnék ezzel hozzájárulni egy szikrával, amely begyújtja azt a tüzet, hogy újból felfedezzük ennek a nagyformátum embernek a cselekedeteit, illetőleg a gyökereinket feltárjuk. Si el día de mañana, según me han dicho en el programa, les puedo ampliar algo sobre este tema, tendré muchísimo gusto de volver a dirigirme a ustedes y tomar la palabra. Les agradezco mucho sus aplausos y su benevolencia y paciencia de escucharme. Úgy értesültem, hogy a konferencia idejét lesz arra lehetőség, hogy többet beszéljünk erről a témáról, tehát nyitott vagyok arra, hogy bármikor beszélgessünk erről, több részletet felfedjek, és szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, és azt a jó indulatot, azt a türelmet, amit irányomban tanúsítottak az elmondottak alapján. Muchas gracias. Nagyon köszönöm.